Nagy tisztelettel köszöntöm Tiszavasváron Pregicél Fruzsinát. Ha most feltenném a kérdést, hogy mit keres itt a művésznő, akkor azt hiszem, hogy az irodalom kedvelők kiröhögnének, hiszen tudják, vagy legalábbis sejtik, hogy ahányszor itt vagy, annyiszor jelenik meg Hankó Bandinak az új könyve, a Szedmiai Szivárvány. Tehát ennek lesz most a bemutatója. Hogyan kerültetek kapcsolatba Bandival? Szerintem a történelem kezdete előtt. 27. évemet kezdem itt Nyíregyházán, és amikor idejöttem, sorra keresgettek meg újságírók, így, úgy, amúgy, ezért, azért, amazért, és Bandi is egy volt közülük, amikor még a Kelet-Magyarországban írogatott, tehát keresett és megtalált, és aztán majdnem, hogy hagyomány most már, hogyha amikor megírja a legújabb könyvét, és kinyomják, akkor itt vagyok a bemutatón, és olvasok belőle. Mérhetetlenül tisztelem az Andrást, hogy ilyen lokálpatrióta, hogy ennyi figyelmet és szeretetet szentel ennek a helynek, ami igen, Pestről nézve nagyon messze van, és nagyon vidéknek számít, de a miénk. Én is, amikor már mentem, nem is tudom mikor, Budapesten a mozgó lépcsőn, és azt láttam, hogy te jó Isten, Szabolcsba soha nem jön velem ennyi ember szembe, és mind rossz kedvű. Akkor éreztem azt, hogy már nem vagyok budapesti. Bocsánat, elfelejtettem a bemutatásnál, hogy hát te Jászai Mari díjas vagy, aztán Jászai Juli díjas vagy, mint megkaptál itt Tiszavasváriban, ha emlékszel, ez csak a vicc volt. És sorolhatnám, hogy Rajz János díjas, és még most a legutóbbi a 2015-ben, amit a megyei díja Prima díj, és ezzel még csak a töredékét soroltam fel. Azt hiszem, hogy aki nagyjából a színészettel tisztában van és nyomon követi, úgy az életeddel is, az életpályáddal is, hiszen tudjuk, hogy elkezdted annak idején a Nemzeti Színházban, utána Miskolcon voltál egy örökké ideig, majd itt Nyíregyházán a Móri Zsigmond Színházban, ha jól emlékszem, 1990-től, tehát idestóval már 26 éve. Milyen egy színésznőnek, aki tényleg gyerekként arról álmodik, hogy valamikor színész leszek, és híres, és főváros, és bármi, és most itt vagy 26 éve Nyíregyházán? Nem tudom, nekem ez lett. Én soha nem kezdek úgy gondolatot, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha. Ez van, és ebben keresem meg azt, ami számomra a lehető legjobb. És az én életem 1990-ben olyan gyökeresen változott meg, az emberi kapcsolataim rostálódtak ki, aki megmaradt, és alakultak ki újak, és zömében nem is szakmai, színház szakmai, színész szakmai kapcsolatokkal rendelkezem, hanem sokkal nagyobb számban vannak civilek, akik nem egyáltalán nem a színházhoz köthetőek. Soha nem gondoltam arra, mint pesti lányként, hogy nekem bármi közöm is lesz Szabolcshoz, a világon nem. Ott leszek valaki, és ott fogok megöregedni, és nyugdíjas leszek, és én leszek a... És de jó Isten, jó rendező, azt szoktam mondani. És teljesen sorsszerűen, igenis rendelésszerűen alakult úgy, hogy ide kerültem, és házam van Nyíregyházán, jól érzem, hogy a fiam már itt született. Nagyon jól érzem magam. Természetes, hogy ez alatt az idő alatt nem egyszer volt az, hogy hány óra alatt tudok összecsomagolni, de most már azért napba kerülne, mert azért 20 házasságban is azért elég sok hegycsúcs és völgyet jár be az ember. De azt, hogy távol a fővárostól, az eddigi kapcsolataimtól, a szüleimtől, a támpontjaimtól mindent magamnak kellett kitalálni. És ettől édesebb valami, vagy ettől fontosabb valami, amikor az ember maga tapasztalja meg, maga tanulja meg, maga szerzi meg, és az másképpen az övé, mint hogyha
elérakják. A korombeliek, általában talán még egy pár évvel fiatalabbak is emlékezhetnek arra, amitől egy ország megismert téged, nyilván ez a Szomszédok című teleregény sorozat volt, ami jó sokáig ment. Mennyire volt oda könnyű vagy nehéz bekerülni? Egyáltalán hogyan kerültél a rendező? Nincs történet. Egyszer csak felhívtak, és ott mondtam, ez tényleg így van. Nem tudom, hogy máshogy került bele. Nekem egy... Nem is foglalkoztam ezzel. Jó volt, rám írták a szerepet, én voltam az a nyíregyházi lány, aki felmegy Pestre szerencsét próbálni. Nagyon egyszerűen mennyei ajándék volt Horváth Ádám mellett lenni. Szakmát gyakorolni méltó módon. A mai sorozatoknál tisztelete, nem tudom, hogy van egyáltalán kivétel, csak amit én hírből hallok, egyébbe se kerültem bele. Ott másképp más szempontok vannak, főleg a pénz, és nem tudom, hogy a színész szakmát úgy becsülik-e meg, mint a Szomszédokban. És hát ott színész óriásokkal játszottam együtt. Boldog voltam, ha egy levegőt szívhattam Zente Ferenccel, és nem sorolom a többieket. Igen, igen, igen. Akiktől csak elég volt az, hogy ahogy rákészül a felvételre, az nekem már egy mesterség óra volt. Hogy rakja a civil létét puff az öltözőben, és egyszer csak összekristályosítja saját magában a koncentrációt. Volt előtte bármiféle tévés múltad? Picurka, tévéfilmek, tévéjátékok. Épp nem sokára Zsigmond Dezsővel készítünk egy, újból készülnek Imit Amat tévéfilmek, és éppen egy kárpátaljai történetet készít el a Dezső, és abban lesz, abba forgatok, és hát épp elég nagy a fráz bennem, mert hát vagy 15 éve álltam kamera előtt. És szóval az nem annyira olyan, mint a biciklizés, azért abból ki lehet kerülni, vagy nem is tudom, a fordulatszámot másképp veszik fel az ember. Azt gondolná a normál egyszerű ember, hogy a kétszer bekerül egy ilyen filmsorozatban, azután nyilván országos hírnévre teszelt, és a filmesek is úgy fognak kapkodni, hogy minden sorozatban, vagy éppen mozifilmben, vagy bármi benne lesz. Ez valójában hogy történik? Nem tudom, én soha nem voltam így benne körökben. Megköszönöm a Jóistennek, hogyha rám gondoltak és hívtak. A Szomszédoknak vége lett 1999-ben. Egészen másfajta sorozatokat kezdtek el gyártani. Kereskedelmi televíziók, és nem a közszolgálati. És más körök alakultak ki, más érdekkörök, más kapcsolatrendszerek. Közben megszületett a fiam, én 3 évre teljesen otthon voltam, tehát én kihúztam a dugót. Babáztad? Igen. Neki előre is kellett törlesztenem, mert a Kifektet le ma este című, ez hidegrázó egy anya számára, és hát a gyerek számára még inkább. De ezért én 3 évig otthon maradtam a fiammal. Lehet, hogyha kicsit nem maradok annyira otthon, és jobban csörtetek a szakmában, akkor többször kamera elé kerülhettem volna. Én azt gondoltam, hogy ez a legmegfelelőbb. Többször említetted, hogy így a Jóisten, úgy a Jóisten. Vallásos vagy? A legnagyobb ajándék, amit kaptam szüleimtől, sajnos egyik sem él már, hogy hitre neveltek. Ennél nagyobb ajándékot én nem kaphattam tőlük. Befolyásolta az életedet? Igen. És köszönöm szépen, nagyon jó. Mert tényleg, ahogy a művelt latin mondja, hogy hasonló-hasonlót követ, így jönnek, így, úgy, amúgy szembe jönnek a jó emberek, az angyalok hintik a rózsaszémot, vagy verik a cölöpöket kinek, hogy... Most a 6. éve... Nem, 5 évet, igen, nem tudom, akkor 6. éve kezdek el tanítani. Az idén a Szent Atanászi Tudományi Főiskolán kispapokat, beszédművelésre, illetve ezen a fedő néven, amit még belegondolok, kommunikációban. Gyerekekkel foglalkozom, a Sólya
Miklós általános iskolában gyerekekkel foglalkoztam, mert szereztem még egy diplomát, mert már untam magam. Nem, azt éreztem, hogy kevés a munkám a színházban, és beültem megint az iskolapadba, ilyen drámai nevelése, tehát ilyen drámapedagógia szerű képzést végeztem el, és éppen a Kéne Huszátelepen foglalkoztam gyerekekkel. Ott is a tékozló fiút tettük színpadra, és ez nekik egy nagyon fontos terápia volt. Tegyük már ezt tisztában, mert a kedves nézők nem biztos, hogy tudják, hogy mi az a Huszártelep. Tehát ez olyan, mint Tiszavasváriban a Széles út is környéke. Igen. Tehát az egy nagy, régen az volt a nyíregyházi perifériás cigánytelep. Igen. Ez egy hosszadalmas történet, elég az hozzá, hogy sok hullámzás után a görögkatolikus egyház gondozásában folyik az oktatás, nagyon alacsony osztálylétszámokkal, most már azt hiszem a 6. éve, 12-13 fős osztályokban a gyerekek nem viszik haza a holmiukat hazóra, bent van minden holmiuk, személyre szóló speciális képzések vannak, térítésmentes sport, zenetanulás, néptánc tanulás, képzőművészeti, kézműves foglalkozás, és én álltam így be ilyen drámapedagógiai foglalkozásba, tehát egy ilyen együtt játszásba a gyerekekkel. Politizáljunk már egy kicsit. De csak úgy érintőlegesen nem akarok belemenni. Csupán csak itt az iskolával kapcsolatosan, hogy tudjuk, hogy ment itt a húzavona. A jogvédők jöttek, hogy az diszkrimináció, mert ezeket a gyerekeket teljesen kiközösítik a magyaroktól, és így, ahogy te elmondod, végül is ők egy személyre szabott képzést kaptak. Igen. Akkor te, mint aki benne vagy és tanítod őket, hogy látod? Fenn van a YouTube-on, ez a válaszom. Egyik növendékem Kondás Kristóf készített egy 16 perces kis dokumentumfilmecskét telereporttal, ami az egy ilyen rövid dokumentumfilmfesztiválon külön díjat is nyert. Növendékem riportokat készített, volt egy ilyen kicsit ilyen halvány tüntetésféle az iskola mellett, ott a telepen. Kiderült, hogy Budapestről jönnek valami, nem is tudom milyen diákok, és akkor ott le az iskola, nem tudom, hogy ott tüntetek az iskola ellen. És Kristóf meg folyamatosan a fogatlan nagymamától kezdve a kvalifikáltabb, szintén roma származású, hótpedáns, tiszta, gyönyörű családdal beszélgetett, és hogy mit pampognak ezek, mikor tudjuk, hogy a gyerekünk jó helyen van. Sokszor voltam család, nem sokszor, többször voltam családi napom. Úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik, de ez közszájon forog, azok a gyerekeket, akiket viszont innen a telepről bebucóztatnak a városban lévő olyan iskolára, ahol viszont több a nem roma származású gyerek, ott sokkal több az olyan típusú konfliktus. Itt nagyon-nagyon speciális képzést kapnak a gyerekek, túl azon, hogy a hittanra való nevelés, a kispapok rendszeresen kijárnak hozzájuk. A cigányok nagyon spirituális, beállítottságú emberek. Hisznek? Igen. Aki hisz, az aztán nagyon mélyen és nagyon, nagyon odafigyelve. És a gyereke ilyen picikorba kell elkezdeni. A játékos foglalkozást is ezzel kapcsolatban, és a nem játékost is természetesen. Látsunk témát. Igen. Kollégákkal milyen a viszonyod, az emberi kapcsolatod? Nyíregyházan, igen, a színházban. Igen. Kivel hogy? Hát én vagyok a legkorosabb hőszínész a színházban, ezt felvállalom. És hát nagyon kevés a korosztályon belé. Ez valahogy így alakult az évek során. Most éppen a 4. átmeneti évünket éljük a Móricz Zsigmond Színházban, és október végén lesz új igazgatónk. Szeretnénk már megnyugodni, mert ez sok volt itt, ami folyamatában ment. Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát aki Nyíregyházára akar jönni színésznek, annak életmódot kell változtatni. Ez nem Szolnok, vagy Székesfehérvár, vagy Tatabánya. De miért is? Csak azért, hogy... Azért, mert itt kell élni. Egész egyszerűen. A Tatabányáról előadás után súgy hazamegyek, még elkapom az utolsó vonatot, vagy összeállunk többen kocsival, vagy Székesfehérvárról, vagy Szolnokról, vagy Kecskemétről. Itt meg itt kell lenni. Aki ide jön igazgatónak, annak itt kell lenni. Tehát nincs az, hogy hippit vagyok, aztán már vissza. Tehát, és tudomásuk kell venni, hogy
hogy Nyíregyháza másmilyen, mint Pest. Minden van, tehát mindent el lehet érni, tehát itt tárgyakról beszélek, mondjuk egy kicsit kevesebb a koncert, és az nekem hiányzik. Itt nem könnyű zenéről beszélek, itt nem zenéről, vagy magas jazz fajtákról, de és ezért nagyon sok fiatal színész ide nem jön, mert messze van. Mert nincs szinkron, mert nincs tévé lehetőség, nem lehet enni különben meghallgatások. Tehát ilyen szempontból százszor messiások a magyar messiások, százszor kalandvágyóbbak, aki ide mer jönni. Kapunk azért tehetséges fiatal kollégát, csak más a felhozata, mint máshol. Kikérik a tanácsaidat a fiatalok? Vagy pedig van olyan, aki kikéri, egyébként pedig van, én meg nem szerencsés a természetem, mert amikor azt érzem, hogy megöveszek, ha nem megyek oda hozzá, és oda megyek, akkor oda megyek az illetőhöz. Természetesen csak akkor szoktam oda menni, ha úgy érzem, hogy látok a fejlődésben sanszot, vagy fantáziát az illetőben. Ha valahogy nem úgy alakul a szituációk, hogy életre levonom a konzekvenciát, de nagyon, tehát amikor én sorra gyártottam az önálló esélyemet, aztán volt egy pont, ahol meguntam, és most akkor csináltam egy olyat, hogy csak fiatalok, a Dériné hadműveletet, akkor csináltam, akkor folyamatosan kitaláltam azt, hogy fiatallal lépek fel, most is van egy népdalénekes, akit mindig viszek magammal, tehát hogy érezzék ezt a fura, nem is tudom mit, mániát, vagy akarást, hogy igenis menni kell, és menni kell, és menni kell. Csináltam Mécs László, papköltő, akit méltatlanul nincs a helyén a magyar köztudatban, egy önálló estet, és Bata Hajnalkával járjuk az országot. Például az a szándékom, hogy körbejárom Magyarországon a papi otthonokat. Mert akik ott vannak 80 és 90 közötti nemzedék, ezek ismerhették, igazából ez az ő fiatalságuk, meg gyerekkoruk, Mécs László. Tehát én most az Új Ember újságban felfedeztem 90 éves idős papi oktatómnak a riportját, és ott megyünk Pilis Csabára éppen a papi otthonban, Hannival. Szép. Szerintem Bandi már tűkönül, vajon hol lehet a művésztő, de még egy utolsó kérdés. Igen. Tényleg ezt csak érintőlegesen. Tudjuk, hogy van egy kamaszodó fiat, nagy fiat. Hát ezekre a gyerekekre általában ilyenkor kell odafigyelni. Amikor este az anyuk a színházban van, akkor ezt mennyire használja ki a nagyfiú? Kicsit jobban elcsavarog otthonról, elmozizik? Nem, egyáltalán nem. Nem... Fura fiú, ilyen tekintetben, hogy ezzel is nincs baráti köre még. De miért? Így alakult. Most pedig kollégista Miskolcon a Fényi Gyulai Jezsuita gimnáziumban és kollégiumban. Nagyon sokat várok, hogy a dolog majd megváltozik. Egy nagyon szabálykövető fiú. Sokszor volt úgy feltámad, de miért nem rosszalkodik többet a fiam? Tehát egy ilyen elkalandozik a figyelmel, meg nyomogatja a számítógépet, meg játszik, állandóan vezet. Tehát az összes ilyen busz-szimulátor programot letöltögette, német, a berlini, meg dresdai tömegközlekedési vonalakat járja végig. Hallom, valaki múltkor telefonált, a metrót is, azt mondja, hogy metrón vagy? Mondom, nem, miért lenne a metrón? Szóval eszembe jutott, hogy a számítógépen ajtók zárónak Batthyány tér következik, pontosan, mert ezt nem, a farkas metrót vezet. Mit csinál? De ő valahogy ilyen megépít. Tehát ilyen gyerek, tudomásul veszem, hogy ez a nem tudom milyen, ez XY, milyen nemzedék, tényleg egy csomó mindent ő tanít meg a számítógéppel, hogy kell bánni, de azt szeretném, a kicsit több köze lenne a természethez. Több köze lenne ahhoz, hogy a kutyáink hogy vannak, meg hogyan érik a füge a kertben. Tehát, a kukertes házban igen. Szóval ez
Hát erre is az a válaszom saját magamnak, amikor ezen itten sohajtozom, hogy a jó Isten jó rendező, biztos megvan mindennek az ideje, hogy ő mikor fedezi fel ezeket a dolgokat. Én teljesen belvárosi aszfalt gyerek voltam. 31 éves koromig ültem az aszfaltban Budapesten, a részben a panelben, részben pedig a 4 méter belmagasságú, több mint 100 éves házban, a keleti vár szemben, a szüleim lakásában. És el nem tudtam volna képzelni, hogy én harcolok a két puli kutyával, és azon hogy nem ásszon át a kerítésen, meg a szomszéd macskáknak imádkozom, hogy maradjanak ott, meg különben a kutyám elpusztítja őket. Tehát el nem tudtam volna képzelni meg, hogy megpróbálok bánni fügefával. Szóval meg hogyan szedem a diót. Így alakult, és jó, hogy így alakult. Kiváló végszó volt, köszönöm szépen a beszélgetést, és érdeklődve várjuk Bandi bácsinak a könyvét. Igen.